Az előző szezonban a Vasas akadályozta meg a cápák négy közéjutását egy szoros csatában. Így volt miért revansot venni a Siska János együttesének a Continental Arénában rendezett összecsapáson. Az első percekben látszott, hogy ezért mindent meg is tesznek a nyíregyi játékosok, azonban pont csak elvítve esett. Aztán a hatodik percben Lok, az új igazolás egy három pontossal jelentkezett, ezzel el is indult valami. Különösen Czura Attilánál, aki 7 ponttal nyitotta a második 10 percet, így sikerült a Blue Sharksnak meglépni ellenfelétől. A fordulás után is kőkeményen védekeztek hátul a cápák, még elől magabiztosan szórták a kosarakat, így folyamatosan nőtt az előny, végül 71-50-es győzelmet aratott a Blue Sharks a Vasas felett. Én úgy gondolom, hogy jó mérkőzést játszottunk, nagyon örülök annak, hogy minden játékosom a pályára került, és minden játékos küzdött a pályán és hajtott a pályán, és úgy gondolom, hogy a védekezésnek köszönhetünk ezt a győzelmet. Volt rajtunk egy nyomás, mindenképpen meg akartuk nyerni ezt a mérkőzést, de aztán sikerült betalálnunk, a védekezéssel önbizalmat szereztünk, és így nyerni tudtunk. Én úgy gondolom, hogy mindenki oda tette magát, mindenki azt nyújtotta, amit tud, és ezt szeretném látni az idegenbeli mérkőzéseken is. A vendégek vezetőedzője csalódottan értékelte a mérkőzést. Győzelemre számítottam. Nehéz értékelni. Azt hiszem, hogy az első negyedtől kezdve fizikailag alul maradtunk a párharcba. Nem akarok nagyon szakmázásba belemenni, én is láttam a statisztikát, nem is szeretem elmondani, hogy mi történt. Látványos laikusok számára is látványosan több támadó lepatont szedtek, több esélyük volt második szándékra befejezni. Támadásban ez pedig nálunk abszolút önbizalom hiány szült, úgyhogy nemhogy megnehezíteni nem tudtuk a Nyíregyháza dolgát, hanem nagyon reálisan örülök neki, hogy nem kaptunk 30-35 ponttal ki. Teljesen mindegy ilyen szempontból, hogyha alul marad egy csapat, hogy egyel vagy 20-szal. A játék képe most először nem nagyon tetszett. A mérkőzésen kirobbanó formában játszott Czura Attila, egymaga 32 pontot vállalt a 71-ből. Igazából a Vasas elleni mérkőzés mindig ilyen nehéz. Mindig így nyomnak minket védekezésbe. Ők egy ilyen csapat. Tudtuk, hogy nekünk is védekezésben sokkal keményebbnek kell lenni, hogyha meg akarjuk nyerni ezt a mérkőzést. Igazából annyira készültem, hogy próbáljam visszahozni a tavalyi formámat. Ugyebár az első három mérkőzésünk az nem úgy sikerült, ahogy a tavalyi teljesítményem ugyebár. Aztán most ezen vagyok, hogy ezt visszahozzam, vagy hogyha a pontban nem is megy, akkor legalább a csapatot segítsem, akár védekezésbe, bármibe. A meccs szünetében is volt mit ünnepelni. A Nyíregyházi Sportcentrum nevében Sitku Ernő és Kőhalmi Rihárd köszöntötte a 70. születésnapját ünneplő utánpótlás kosárlabdaedzőt, Sallai Józsefet.